Sziasztok! A munka kapcsán beszéltünk tegnap, hogy dolgozni kell, de mégis mellette azt kell tudni, hogy az Isten gondoskodik az emberért. Azt olvasunk a Shulchan Aruchban, hogy fontos, hogy az ember minden nap olvasson el a fejezetet, amely a heti szakaszban található, a mannáról, hogy a zsidók 40 éven keresztül úgy éltek a sivatagban, hogy manna hullott az égből. Miért fontos ez? Mert ezáltal ez erősíteni fogja az emberben a hite, hogy a személyes isteni gondviselésért, hogy az Isten mindenkiért gondoskodik, ahogy látjuk a manna esetében, hogy minden egyes embernek ott a sivatagban megvolt naponta az adag manna. Az ember minden nap olvasana el a mannának a történetet, újra és újra az az üzenet, hogy az Isten gondoskodik minden egyes emberért. Amikor talán 7-8 éves lehettem, és azóta egy párszor emlékszem, hogy megboldogult apám, aki holokauszt túlélőként eljött az USA-ban, és nagyon sokat dolgozott, és elég sikeres volt. Elővette a nagy Talmud kötetet a Kidusin traktátusban, és felolvasta nekem. Leolam ilmad yelamed adam et beno umanut. Az ember mindig tanítson a gyerekét egy szakmát, egy tiszta és könnyű szakmát. Ha tudja megélni belőle. És imádkozzon annak, akitől származik a gazdagság és a vagyon. Mert nincs az a szakma, amiben nincs benne szegénység és gazdagság is. Vagyis az egyik ember ugyanezt csinálja, és sikeres, és meggazdagodik belőle, a másik ember ugyanezt csinálja, és szegény. Miért? Erre azt mondja a Talmud. Shlo ani jut mina umanut, mert nem a szakmától lesz az ember szegény, és nem a szakmától lesz az ember gazdag, hanem az Istentől jön az embernek az érdemei után. Ami azt jelenti, hogy fontos, hogy az embernek legyen szakmája, és csináljon azt, de sokat kell imádkozni, hogy a szakma, a munka által tényleg legyen neki pénze, legyen sikeres, mert végső soron, ahogy látjuk, két ember ugyanazt csinálja, ugyanaz a fajta vállalkozás, ugyanaz a fajta szakma, és mégis az egyik szegény, és a másik gazdag. Mitől függ? Az ember mennyit imádkozik, az Isten mennyit küld el neki. Köszönöm szépen!